2,5 millió új facsemetét ültetett a Pilisi parkerdő. Természetesnek vesszük a környezetünkben lévő gyönyörű erdőket, de ezért rengeteget tesznek az erdőgazdálkodás munkatársai. 2023-ban több mint 2,5 millió facsemetét ültetett a Pilisi parkerdő. A parkerdő életében ezen kívül nagy szerepet kapott a Városi Erdőfejlesztési Program, valamint jó eredményeket mutatott az Erdőbarát rendezvényprogram is. A parkerdő 2 éve indította el Erdőbarát rendezvényprogramját, amelyhez olyan szervezők, vállalkozások csatlakozhatnak, akik erdei programokat, túrákat, különféle versenyeket, illetve kulturális rendezvényeket kínálnak az érdeklődők számára. A Pilisi parkerdő 2023-ban saját gazdálkodásából származó költségvetéséből mintegy 450 millió forintot fordított annak az erdei turisztikai infrastruktúrának a fenntartására, amelyet többek között az Erdőbarát rendezvényeken résztvevők is használnak. Az Erdőbarát rendezvény program keretében a közösségi erdőfenntartási hozzájárulásokból a parkerdő 2022-ben 9,3 millió, 2023-ban pedig már 11,6 millió forint bevételre tett szert. Ezt az összeget többek között erdei pihenőhelyek felújítására, karbantartására, a Magyaróhegyi Erdei Iskola közelében kialakított új tanösvényre, de főképp szemétszedésre és a közjóléti turisztikai infrastruktúra karbantartására fordította.